Ebben a kísérletben az indukált feszültség menetszámtól függését szeretném bemutatni. A kísérlethez az áramkört összeállítottam. A feszültségmérő műszertől egy 400 menetes tekercse kapcsoltam, egy 800 menetes és egy 1600 menetszámú tekercsel sorba, és így a feszültségmérő zárta. Tehát ez a négy elem egymással sorba van kapcsolva. A 400 menetes tekercsen keresztül ejtek egy mágnest, a fehér végével, a piros vége van alul, ejtem el, és láthatjuk azt, hogy a feszültségmérő mutató kb. 2/3 egységig tért ki. Elvégzem még egyszer a kísérletet, hogy ezt még egyszer meg tudjuk nézni. Elejtem, körülbelül eddig térült ki. Veszem a 800 menetszámú tekercset, és itt is elejtem a mágnest. Látható, hogy körülbelül kétszeres kitéréssel bírt a mutató. Ezt is elvégzem kétszer. Veszem az 1600-as menetszámú tekercset, elejtem. Ebben az esetben térült ki a mutató a lehető legjobban, az előzőnek is a közel a kétszeresével térült ki. Kérdés, hogy mi történik akkor, amikor én ezt a mágnest a piros végénél fogva ejtem el. Mutató az ellentétes irányba térült ki. Érdekes probléma lehet az, hogy mi történik akkor, amikor én a tekercsen magasabbról ejtem át a mágnest. Mutató alig térült ki, nézzük meg az 1600-asnál. Itt is a mutató alig térült ki. Mi lehet ennek az oka?